Üdvözlet ma is. Gábor vagyok. Ez a mai nap. Egy ilyen kis szürkébb rövid nap lesz. Már kaptam egy címet, szászk, ugye? Amiről ma szeretnék beszélni, az a kerékpáros öltözködés. Ahogy én öltözöm. Nem tudom most megmutatni, mert épp címre megyek. A lényeg az egészben, hogy ugye a réteges öltözködés, amit mondani szoktak nagy ámennel. Hát én azt mondom, hogy a lábvédelem az nagyon fontos. Én nem veszek kamásznit, mert nem szeretem, engem zavar. Nekem vízálló hótapos a cipőim vannak. Vagy van. Ezen kívül vízálló nadrágot hordok. Egy Faude gatyát vettem. 10.000 mm-ig vízálló. Ezen kívül van a Ghost cuccom. Meg a Voltos cuccom, mert ugye mind a két cégnél dolgozom. Más téma, tehát tegnap volt egy jó kis defektem. Egy 3 millis szilánk átszúrta a külsőm. Amúgy is le akartam cserélni, bár nem hittem volna, hogy a 225-es befér a 2.2-es helyére. Főleg úgy, hogy már alig volt hely, de befér. Tehát a Gix goma, gumma bütyökkel együtt 225-tel gyönyörűen elfér. Ruházat. Én rétegesen öltözködöm, az azt jelenti, hogy van rajtam egy olcsó, ha lehet így mondani, 800 forintos röltexes zokni. Csak gratulálni tudok, kedves. Ami vastag, térdig ér. Én ezt húzom föl a termofutó nadrág alá. Pelenkás gatyát nem hordok, ennek az azokon sokszor átcsorgunk melegben, amíg várjuk az ételt, és nem túl egészséges, szerintem. Fontos a ruházatnál, hogy a rétegek legyenek szétválasztva, és külön-külön tudjad őket kezelni. Tehát ne egy kabátba épített belső rétegre alapoz. Én például általában hordok aláöltő ujjatlan mellényt, fölötte egy hosszú ujjú technikai aláöltőt, a fölött egy futófelsőt, a fölött pedig egy bringás kabátot. Próbálom kimélni a térdemet a széltől. Na igen, a térdvédők használata. Ami szerintem még fontos, hogy legyen. Ó, basszus, de meleg van. Csókolom! Réteges öltözködést már elmondtam. Bakancsot, vízállót elmondtam. Vízálló ruházat. A nadrágot általában találsz jót, de kabátot elég nehéz. Vagy nagyon kifizeted a zsét, és használod, amit a cégek adnak. De ha nagyon kifizeted a zsét, akkor az úgy működik, hogy veszel egy gór kabátot, ami 150 euró, vagy 160. Cserébe az egyfolytában vízálló. Bukós is a védelme, igen. Az még benne van, hogy érdemes vízálló húzatot hoz venni rá. Kommentekbe szoktátok kérdezni, meg üzeneteket is írnak emberek, hogy értve írtok, hogy hogy is működik ez az egész. Ez úgy működik, úgy leszel egyéni vállalkozó. Bemész a kormányhivatalba, ott elmondják, mire van szükséged, kitöltöd a megfelelő papírokat, átülsz a navasztalhoz, ha van, ha nincs, akkor átmész a kerületi kirendeltségbe. Nálunk több helyen van navasztal. A másik, ami fontos, hogy amikor megérkezel a papírok kitöltéséhez, hogy meg akarod ezt csinálni, tudnod kell, hogy tehát mi lesz az, amit csinálsz. Kiszállítasz, nem kiszállítasz, ennek kell tudnod a számát. Én mellette ugye szerelek is, tehát nekem az a szám is benne van, mivel van szakmám. Kötekszik a izé. Aztán kell egy székhely. Ha otthon nem lehetséges, akkor és albérletbe raksz, akkor az fölbérlőtre egy székhely engedély. Ha azt nem tudod megszerezni, vagy a fölbérlő nem megy bele, és nem tudsz otthonról székhelyt biztosítani, ami nem feltétlen baj, mert hogyha mások kezelik a papírjaidat, ha marad megkapod, akkor székhelyszolgáltatót is választhatsz. Én a Logoszt választottam Budapesten, ennek az oka önkormányzati lakásban lakom, és a Herce Hursza túl sokáig tartott volna, hogy el tudjam indítani ezt az egész vállalkozást. Így a Logoszt választottam. Nem támogatják a műsort, még miért megszólalhatok, egyszerűen csak
elmondom. Ez azt jelenti, hogy odaérkeznek a hivatalos leveleim, minden olyan levél, ami megjelenik a kormányablakban, a fizikálisan is megjelenik a Logosznál. Nem kell félnetek, tételes katásként nem túl sok levél érkezik. Visszatérve a katának a ügyintézéséhez, a magának a egyéni vállalkozónak, ha megvagy ebben a bejelentkezéssel, megvagy a székhelyjel, akkor 8 napon belül köteles vagy befizetni a kamaratagsági díjat, iparkamaratagsági díjat. Az általában Budapesten 7000 forint, míg a iparűzési adó, ha nem dolgozom máshol, 50000 forint, illetve ennek a fele, ha van másik munkahelyed, vagy jogviszonyban állsz bárhol. Kiszabadultam. Most elteszem a lakatot. Mert el kell. Mindjárt kiderül, hogy kiférünk-e. Hát, nem igen. Akkor kerülni kell. Új cím. Megyünk a Lurdi házba. Félőrült felével most találkoztam, sajnos nem tudok vele beszélni, nem menni kell a címre. Ma ilyen plázás nap van. Lurdi! Utálom a forgóajtókat. Légy színjék ki. Fogadjunk, nem jössz ki. De! Oh! Igen, megmenekültem a forgóajtó szörnytől. Na, ez már bicó. Ez alkalmas mindenre is. Muszáj lesz erre menni. Légy. Ó, tudom már, hol vagyok. Szia. Tessék. Jó étvágy. Szívesen. Szia. Diéta Life Market. Sokféle kaja kapható itt, olyan sem nekem való. Ma mi van ingyen? Ma sincs semmi ingyen?